megjelennek ilyen nyilak, a 3D nyomtatással ismerkednek a fiatalok az Alba Innovárban. De nem csak a székesfehérvári középiskolások kóstolhatnak bele a modern technológia világába. 25-én szombaton minden érdeklődőt szeretettel várnak az intézménybe, ahol egyebek mellett lesz szabadulószoba, valamint a programozás és a robotok világába is betekinthetnek. A szabadulószobában minimum 3, maximum 6 ember tud bemenni. Ez egy 60 perces pálya, bár jutottak már ki 37 perc alatt is, és tulajdonképpen kódokat kell megfejteni, és ezek segítségével tudnak kiszabadulni ebből a szobából. A 3D nyomtatásnál ott megismerkednek egy kicsit ezzel a technológiával, hogy hogyan is néz ki egy ilyen 3D nyomtatás, milyen alapanyagokat használ, milyen nyomtatók léteznek, aztán megnéznek egy tervezőprogramot, és készítenek egy saját kis tervet, amit a kollégám ki fog nekik nyomtatni, a résztvevőknek is meg fogják ezeket kapni. A foglalkozásokon szakképzett oktatók segítik majd a munkát. Füki Gyula elmondta, évről évre nagy az érdeklődés a táborok és a nyílt napok iránt, korosztálytól függetlenül. Nagyon sokan visszajárnak, tehát eljött egy-egy foglalkozásra, azt kipróbált, aztán eljön egy másikra, harmadikra, stb. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy gyerekek, akik itt voltak az osztályukkal, vagy nyári táborban, ők jönnek el és hozzá kell a család valamelyik tagját megmutatni, hogy na, mi is az, amit itt megismerhettek. A soron következő nyílt nap regisztrációhoz kötött, valamint bővebb információt az Alba Innovár honlapján találhatnak az érdeklődők.